Szeretettel köszöntöm a vonalban Kulifai Sárát, a Hetek külügyi rovatvezetőjét. Szerbusz, Sári! Szervusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Most nagyon van miről tájékoztatnod a hallgatóságot és az olvasótábort is, hiszen egy elég jelentős rendezvény zajlott le Magyarországon, ami gyakorlatilag idehozta nekünk a külföldöt, hogyha jól értelmezem a témákat. Hiszen magyar előadók voltak, de külföldi előadók is voltak, és egyáltalán ez a CPEC nevű konferencia egy nagyon átfogó konzervatív politikai fórumot is jelent, ezért talán érdemes követnünk azt, és neked köszönhetően meg is tehetjük, hogy ki mit mondott, és milyen következtetéseket lehet ezekből levonni. Te hogyan most rangsorolnád, hogy úgy mondjam, az előadókat, mi az, ami fontos elhangzott, és egyáltalán kik vettek részt rajta? Hát ugye erről a konferenciáról azt kell tudni, hogy most idén rendezték meg másodjára itt Budapesten, alapvetően Amerikában szokták megrendezni, ez a legnagyobb konzervatív politikai gyűlése a közélet részvevőinek. Nagy dolog, hogy Budapesten tudták ezt megrendezni, ugyanis hát az ellenzék az szereti hangosan azt képviselni, és azt az üzenetet küldeni, hogy a kormány az mennyire elszigetelte magát itt Európa közepén, és a nemzetközi világban nincsen komolyan véve, és egyszerűen mindenhol egy ilyen pária nemzetként kezelnek minket, és ha megnézzük például, hogy kik látogattak el erre a konferenciára, akkor egyáltalán nem azt látjuk, hogy ellenünk szigetelődve, ugyanis az eseményen több száz magasrangú vendég, 60 tekintélyes külföldi előadó és 5 kontinens 20 országából érkező résztvevők jöttek. Akik ha eddig nem nyilván tudták, hogy hol van Budapest, és mi a szerepe, azok így most biztosan, van. Tehát hogy ezt a szerepet akkor ez a konferencia nagyon jól betölti. De nyugodtan folytasd, csak ezt így van. Szembe jutott erről. Igen. Hát nyilván minden résztvevőt nem tudok én sem felsorolni. Nem, ahhoz van holnap, úgyhogy nem is ezt kérjük. Igen. Néhány fontosabb előadásnak egy-két fontosabb gondolatát el tudom mondani esetleg. Meg hát az is érdekes, hogy ugye nem csak maga a CPEC, hanem az azt övező média visszhang is nagyon-nagyon érdekes. Ha a CPEC-et nézzük, ugye a legnagyobb durranás úgymond, legalábbis a külföldi résztvevők számára az Orbán Viktornak a beszéde volt. Ő volt a fő előadó. Ez nem volt várható? Ez várható volt abszolút, ugyanis Európában őt tartják a legerősebb konzervatív vezetőnek, a legsikeresebb konzervatív vezetőnek. Ő maga is ezt fogalmazta meg a beszédében, hogy Magyarország az a hely, ahol nem csak beszéltek a progresszív liberálisok legyőzéséről, hanem meg is valósítják. Úgy fogalmazott, hogy Magyarország egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kísérletezik ki. Az a hely, ahol nem csak, igen, ezt ugye már említettem, nem csak beszéltek progresszív liberálisok legyőzéséről és egy konzervatív keresztény politikai fordulatról, hanem azt meg is csinálták. És ugye azt látni, én is beszéltem sok előadóval, illetve több előadóval és több résztvevővel is, hogy egyfajta mintaként tekintenek ránk, nem csak Amerikában, amiről már ugye talán korábban is beszámoltam, hogy Washington DC-ben megdöbbentőnek találtam, hogy nem csak, hogy tudják, hogy hol van az ország, hanem egyfajta konzervatív reménysugárként tekintenek rá. Nos, ez Európa számos országának a képviselői részéről is elhangzott. Találkoztam többekkel, ugye még Albániából is voltak itt különböző ilyen gyermekvédelmi mozgalmak képviselői volt államfők, például Andrej Babis is, korábbi cseh miniszterelnök is itt volt, és ő kijelentette, hogy ő is úgy látja, hogy Brüsszelből támadják a nemzeti szuverenitást, szólásszabadságot, a józan paraszti észt, az ideológiamentes oktatást, a konzervatív értékeket, hagyományainkat és életmódunkat, és kijelentette, hogy ezért harcolnunk kell, és meg kell menteni az EU-t, gyermekeink és a következő nemzedék számára. Tehát akkor van egy
politikai akarat, mert itt azért nem csak tudósok vettek részt, az is számítana, de ha tudósok és politikusok és egyéb közéleti szereplők is részt vesznek rajta, az egy szándéknyilatkozat is, hogy erre van igény Európában és Amerikában is, hogy ahogy mondta, több kontinensről vettek ezen részt, tehát akár több kontinensen is van erre igény, nem veszett még minden el, ahogy mondani szokták. Abszolút, hát nyilván közös ügyek a családnak az ügye, a természetes házasságnak az ügye, a gyermekvédelem ügye, amit látunk, hogy egyre nagyobb támadás alatt van, főleg a nyugati világban. Mi ugye itt Közép-Kelet-Európában egy kicsit még előtte állunk ennek a folyamatnak, de ezt is megfogalmazta például a miniszterelnök, hogy mindannyian támadás alatt állunk, Európában épp úgy, mint Amerikában. A támadás nem gazdasági természetű, egy biológiai fegyverrel van dolgunk, egy vírus támadást indítottak ellenünk, ezt a vírust a progresszív liberális laboratóriumokban fejlesztették ki, és ugye ez alatt nyilván a woke ideológiára gondolt, illetve arra a transzgenderizmusra, ami gyakorlatilag tagadja annak a veszélyét, hogy a gyermekeket igyekeznek eltolni egy olyan irányba, hogy meggondolatlan és hirtelen döntésekkel elrontsák és meghatározzák a további hátralevő életüket, és gyakorlatilag emiatt került sor azokra a gyermekvédelmi törvényeknek a meghozatalára, ami egyébként nyugatról teljesen értelmesnek tűnik. Itthon van még az, hogy abszolút tagadva van az egyik oldal részéről az, hogy gyermekekre bármit rápróbálnának erőszakolni. Tehát, hogy tanári szinten, vagy őket. Aktivista szinten. És ugye, ha már így a szépek körüli visszhangról beszélünk, David Pressman, amerikai nagykövet részéről is jött üzenet, és azt sérelmezte, hogy saját szavai szerint áll problémákkal foglalkozik Magyarország az ukrajnai háborúk helyett. Tehát szerinte áll probléma az, hogy gyermekek tömegeit küldik. A szülők tudta nélkül Amerikában például nem váltó klinikákra kezelik úgy, hogy a saját maguk által preferált nemük szerint szólítják meg őket és társai, és ez az amerikai nagykövet szerint áll probléma. Szó szerint azt mondta, hogy Magyarországon sajnálatos módon buzgón beszélnek egy bizonyos állkultúrharcról, ugyanakkor a szomszédban valódi háború zajlik, ahol ezrek hallanak meg, Vlagyimir Putyin agresszív háborújában ez nem a wokizmusról szól, ez Oroszországról szól. Tehát, pedig ő tudhatná, hogy Amerikában mi zajlik, és Angliában mi zajlik, és hát Európa több országában is felütötte a fejét, valamint ezt most már szeretnék delegálni és kivinni. Más, tehát még Pakisztánról is olvastunk, hogy oda is szeretnének az amerikaiak bizonyos ideológiákat becsempészni, oda szó szerint becsempészni kell még, de hogy nem lankadnak ebben a buzgalomban, tehát ez az állprobléma, ez körülbelül ezt akarja. Így van, és ugye azt is látjuk, hogy az a fajta demokrácia export, ami a múltban rengeteg problémát okozott, nem csak a Közel-Keleten, de Dél-Amerikában is, amikor Amerika feltétlenül a saját értékrendjét próbálta rá erőszakolni olyan népekre, ahol nem volt erre se nyitottság, se hát befogadó készség. Most hasonlóképpen ezt látjuk, hát Magyarországon is, ugye elég beszédes a nagykövet neve is, erre már sokan rá mutattak, de ugye Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter is reagált erre a nyilatkozatra, és szerintem elég pontosan megragadta, hogy honnan fúj a szél. Azt jelentette ki, hogy szeretném világosra tenni, hogy a nagykövet az nagykövet, és nem helytartó. Én legalábbis azért küldök nagyköveteket más országokba, hogy a kétoldalú kapcsolatokat javítsák, és nem azért, hogy okosabbnak gondolják magukat a helyieknél. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a helyi viszonyokat, a helyi ideológiai beállítottságot nem veszik figyelembe, hanem feltétlenül azt az értékrendet próbálják rá erőszakolni egy országra, ami Amerikában úgymond uralkodó, bár azt látjuk, hogy azért ott se lehet teljesen uralkodónak mondani,
De ennek a nyomán viszont számunkra is reményre ad okot, hogy egyre nagyobb konzervatív nevek látogatnak Magyarországra, és erősítik meg azt, hogy ők, akik már tényleg a bőrükön érzik a woke ideológiának a negatív, erősen negatív hatásait, abszolút értik, hogy Magyarország miért hoz olyan gyermekvédelmi vagy családvédelmi törvényeket, amilyeneket hoz, mert meg akarja előzni azt, hogy olyan helyzetbe jussunk, amilyen például Angliába, Amerikába, vagy például Kanadába van. És hát ez ugye az export miatt, és hát ugye az olyan világ miatt, ami egyre globálisabb, ezek nincsenek elég messze ahhoz, hogy nyugodtan ölbetett kézzel várjuk, hogy vajon mikor ér ide, ha egyáltalán, mert tudjuk, hogy percek alatt ide tud érni, hogyha megvan rá megfelelő fogadókészség. De ezek szerint ez a konferencia elsősorban e köré, a téma köré csoportosult, és ezt tekinti most a konzervatív célkitűzések és egyesülési közös pontként legerősebbnek a konzervatív gondolkodók? Így van, így van. Hát ugye a résztvevők mind megegyeztek abban, hogy ez egy gyakorlatilag egy új marxista gondolkodásmód és ideológia, ami ugye két csoportra osztja az embereket, az elnyomókra és az elnyomottakra. Itt már olyan értékeknek, mint a szólásszabadság, a vallásszabadság nem nagyon van értelme ebben a rendszerben, mert abszolút fekete-fehér világot próbál építeni, amiben vannak a gonoszok és vannak a jók. A jók azok nem tudnak semmilyen hibát elkövetni, a gonoszok viszont csak rossz dolgokat tudnak csinálni, és ugye annak a mentén határolják ezt be, hogy az aktuális ideológiát ki támogatja teljes mellszélességgel, és ki az, aki bármilyen kritikát vagy árnyalt gondolatot megfogalmaz ebben a témában. Úgyhogy mi, akik hát azért posztkommunista ország vagyunk, szerintem sokkal érzékenyebbek vagyunk ezekre a folyamatokra, és hát a magyar néplélekben azért erőteljesen ott van, hogy nem nagyon szerette eltűrni az elnyomást, tehát amit, ahol csak lehetett, fellépett ellene a történelmünk során, és hát egy ilyen szabadságharcos vonal az mindig is ott volt. Nyilván látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben azért óriási nyitottság volt a nyugati kultúrára, mert azt látta az ember, hogy ott van a jólét, és az ember nyilván szeretné a jólétet egy olyan országban, ahol mindig is gazdasági nehézségekkel küzdöttünk. Ugyanakkor egyre többen látják be azt, hogyha a társadalomnak az alapvető építő elemeit relativizáljuk, akkor össze fog omlani a civilizáció, és káoszba fordul, és ez senkinek nem lesz jó. És hát a szólásszabadság a woke ideológia mellett még óriási veszélyben van, és azt is említetted, hogy gyakorlatilag ez is muszáj, hogy téma legyen, hiszen enélkül nem lehet még vitákat se lefolytatni, és nem lehet semmiféle véleménykülönbséget megfogalmazni, amire talán valóban még érzékenyebbek lehetünk teljes joggal, hiszen ez egy demokratikus alapjog kellene, hogy legyen. Erről is esetleg több szó esett, vagy kik azok, akiket még kiemelnél a felszólalók közül? Hát több felszólalót nem tudok nagyon kiemelni, mert én igazából abban voltam nagyon aktív, hogy az előtérben interjúkat készítsek. Talán még egy felszólalót tudok kiemelni, a Rick Santorumot, aki egy volt szenátor volt, és ugye a republikánus elnök jelöltségért is indult még egy pár éve. És ő is egyértelműen megfogalmazta, hogy amit Magyarországon lehet, ez nagyon sikeresnek és dicséretesnek látja, és majd egyébként vele is meg fog jelenni a hetekben egy hosszabb interjú a témában. Ami még érdekes itt, hogy a szípek után néhány nappal egy Dave Rubin nevű konzervatív amerikai médiaszemélyiség is Magyarországra látogatott és tartott előadást, és ő is konkrétan kijelentette, hogy Magyarország példaként szolgál Európának, és Floridában is, ugye a Ron DeSantisnak az államában, és mintaként tekinthetnek arra, ahogy az ország a határait, a kultúráját és a gyermekeit védi. Tehát ezt a három területet emelte ki, hogy
hogy itt a nemzeti szuverenitás kérdése, a civilizációnak az alap építőelemeinek a védelme, és ugye kultúra, ami mindenkit befolyásol, annak a, hogy is mondjam, kordában tartása, azok nagyon fontos lépések azzal kapcsolatban, hogy egy normális társadalmat fent tudjanak tartani, úgyhogy egyébként vele is készítettünk egy interjút, és ez is hamarosan megjelenik majd a Hetilapban. Még ha egy záró gondolatot megfogalmazhatok, azt látjuk, hogy ez a woke ideológia, ez nem csak, hogy a gyermekeket, a családot, a házasságokat célozza meg, de a keresztényeket is, főleg azokat a keresztényeket, akik az ideológiával szemben ragaszkodnak a bibliai igazságokhoz. Mert ugye úgy abban hisznek, hogy a bibliai igazságok azok örökök, és ideológiák jönnek-mennek, de úgy tud megállni az ember erkölcsileg a jó irányon, van a jó oldalon, hogyha a bibliai igazságokhoz ragaszkodik, és ugye a Biblia az nagyon világosan fogalmaz a nemekről, nagyon világosan fogalmaz arról, hogy milyennek és hogyan teremtette Isten az embert. Úgyhogy azt látjuk, hogy megjelent sajnos az elmúlt évtizedekben, és egyre intenzívebbé válik a nyugati keresztényüldözés is ennek az ideológiának a mentén, és emiatt például számos keresztény is részt vett ezen a konferencián, és magunkinak érezzük azt, hogy igenis van kultúrharc a zsidó-keresztény kultúra és egy új marxista kultúra között. A helyszínről mit tudsz elmondani, hiszen a Bálna is kezd egy ikonikus helyé válni, és egy nagyon érdekes helyé, és hát nyilván, ahogy ott mozogtál a folyosón, arra is kíváncsi lennék egy-két beszélgetésbe, hogy adsz nekünk bepillantást. Mielőtt elkezdjük kinyitni a heteket, és el is olvassuk benne. Igen, hát a Bálna ugye elég ilyen futurisztikus hangulatot áraszt. Nem tudom, hogy pontosan mit tudok így elmondani. Maga a helyszín az úgy volt kialakítva, hogy volt egy előadóterem, és volt egy ilyen körfolyósó, ahol különböző konzervatív szervezeteknek a standjait lehetett meglátogatni, kiadványokat vásárolni tőlük, beszélgetni velük. Jelen volt számos magyar konzervatív szervezet, de számos európai konzervatív szervezet, de például Amerikából például a Fiatal Republikánusok klubja is ott volt. Tehát gyakorlatilag minden szünetben itt körbe mehetett az ember, elcsíphette különböző országokból azokat az embereket, akikkel szeretett volna networkölni, mert ugye ezeknek a konferenciáknak is az előadások mellett a legnagyobb értéke a kapcsolatépítésben zajlik. Ez is volt ugye a mottója a konferenciának, hogy együtt erő vagyunk, vagy United We Stand, és tényleg azt látni, hogy sok erőt merítenek abból a sokszor magányos harcosként harcoló egy-egy konzervatív közéleti szereplők, hogy más országokban is vannak szövetségeseik, akiktől tudnak inspirációt szerezni, akiktől tudnak támogatást szerezni. Úgyhogy ez látszott, hogy ez tényleg nagyon feldobta az embereket. Hogy kivel beszélgettünk, még ugye a Fox News-nak volt egy tudósítója a helyszínen, vele is sikerült interjúznunk, őt is lenyűgözte Budapest. Többen leírták, hogy mennyire békés, mennyire szép város, mennyire európai a feeling itt még mindig, mert ugye bevándorlási problémáink jóval kevesebb van, mint a nyugati országoknak. A határvédelemről beszélgettünk vele főként, mert ugye Amerikában most a mexikói határnál elég nagy probléma az, hogy nem igazán működik, tehát a Biden kormány alatt így eléggé diszfunkcionális, és emiatt számos bűnbanda is nagyon egyszerűen bejut az országba. Illetve még beszélgettünk Josh Hammerrel, aki a Newsweek online oldalnak a vélemény rovatának a
szerkesztője egyébként egy zsidó politikai kommentátor, vele pedig arról beszélgettünk, hogy hova vezet az, hogyha a jogi apparátust a politikai vezetés arra használja fel, hogy eltapossa az ellenségét gyakorlatilag, és ezt ugye látjuk valamilyen szinten Amerikában is, hogy túl nagy hatalmat akarnak adni a legfelsőbb bíróságnak, és Izraelben, ahol meg már jó pár éve túl nagy hatalma van. Úgyhogy ezek az interjúk is következnek hamarosan. Érdemes figyelni. Ezt itt mindig támogatjuk, hogy a reklám helye legyen, nem kell igen. ezt még zárójelbe se tenni, hiszen ez kiegészíti talán egymást, hogy lehet erről beszélgetni, és el is lehet olvasni, és így válik teljessé igazából a kép. Még egy, ez viszont egy zárójeles kérdés lesz, igazából csak a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy Magyarországon azért van egyfajta, egy ilyen divatja az értelmiségi körökben elsősorban annak, hogy egy ilyen önelvetés, önutálat legyen, hogy ugyan mit számítunk mi, ugyan ki figyel oda ránk, ugyan miért lenne bármilyen szempontból lényeges az, hogy mi mit gondolunk, vagy hol vagyunk. Ezt most ugye cáfolni látszik ez a rendezvény, és nem is ez az első rendezvény, hanem mint hogyha masszívan ezt a lelkiállapotot, vagy életérzést akarná támadni az elmúlt éveknek a történései. Szerinted ez át törhet, te mit érzékelsz így értelmiségi körben, hogy mennyire tartja ez még magát? Hát szerintem ugye politikai szinten ez már áttört. Ha megnézzük, hogy az elmúlt 10 évben hogyan változott Magyarország ismertsége, és például Orbán Viktor ismertsége, akkor azt látjuk, hogyha valaki karakán, hiteles, karizmatikus módon kiáll örök értékek mellett, úgyhogy a legnagyobb ellenszélben is, és most ezzel nem azt mondom, hogy tökéletesen csinálná a dolgokat, de hogy bizonyos alapértékekhez ragaszkodva kiáll, és hajlandó harcolni, és tényleg egy férfias politikát képvisel, akkor fel fognak nézni rá az emberek, és tisztelet fogja övezni, és egy inspiráló hatással lesz azokra, akik esetleg más országokba félénkebbek az ellenzékkel szemben, vagy nem mernek belemenni nagyon intenzív harcokba. Itt is jön be ez a néplélekben levő szabadságszeretet, ami időnként ki kívánkozik az emberből, ha túl tud lépni a félelmein. Valóban jelen van ez is az értelmiségben, hogy sokszor azon gondolkodik, hogy egy ilyen kis ország a nagyhatalmakra lehet-e bármilyen hatással, és számít-e bármit is, amit csinálunk. Én a saját újságírói munkám és az utazásaim során mindvégig azt tapasztaltam, hogy ha más nem, akkor inspirálni tudunk hasonló mozgalmakat, és olyan embereket, akik a saját országukban példát véve Magyarországról el tudnak indítani olyan folyamatokat, amik az ő országukat is meg tudja változtatni, és szerintem ez egy nagyon fontos küldetés. Az a helyzet, hogy az igazságban, ami tényleg egy objektív, változhatatlan, örök dolog, hatalmas erő van, és a szavakban és a kiállásban is hatalmas erő van, úgyhogy ha valaki hajlandó felvenni azt a harcot, hogy már pedig ő az igazság és a jó oldalán áll akkor is, hogyha megpróbálják eltaposni és ellehetetleníteni és megbuktatni, akkor ez jó módon fertőzően foghatni majd a környezetére is, és nem az ország mérete fog sokat nyomni alatba, hanem ez a fajta karakán, karizmatikus kiállás, ami lehet, hogy sokkal nagyobb országoknak, a sokkal nagyobb vezetőinél ilyen mértékben nem tapasztalható. Nagyon köszönöm Kulifai Sárinak, a Hetek külügyi tudósítójának a beszélgetést. Szervusz, Sári! Én is köszönöm.